Dilettánsok hozzá nem értők árasztják el a magyar színpadokat. Mai vendégemnek ez a legnagyobb fájdalma és problémája a mai magyar színház élettel kapcsolatosan. Nem csak Károly, a József Attila színház igazgatója, persze arról is beszélt, hogy az is fájdalmas dolog ám, amikor az ember volt kollégái, sőt, akár barátai, elkezdik támadni. Azért, mert nem tagadja, bevallja, hogy egy jobboldali konzervatív gondolkozású ember. Pedig ezt nagyon régen lehetett róla tudni, és mégis a támadások kihetetlenül felerősödtek akkor, amikor megpályázta József Attila színház vezetői posztját. Pedig ezzel egy olyan feladatot vett a nyakába, mondhatjuk így nyugodtan, amit talán nem sokan irigyeltek tőle, egy gyakorlatilag csődben levő színházat, amelyek kapcsolatosan még az is felmerült, hogy lehet, hogy inkább hasznosítási pályázatot írnak ki, és akkor nem is színház lesz ott, hanem nem tudom mondjuk hotel, vagy éppen egy bevásárlóközpont épül majd. De arról is beszélgettünk, hogy miért tartotta jó dolognak a Színház és Filmvészet Egyetem modellváltását. Bekerült az alapítvány kuratóriumába, azt mondja, igazából csak arról volt szó, hogy egy új hang is megszólalhasson, ne csak egyféle módon, és ne csak egyféle dolgot tanulhassanak a gyerekek, mert ahogy ő látta, például különböző vizsgálőadásokon, az bizony szakmailag sem mindig állta meg a helyét. De azt is elmondta, hogy amikor már nagyon elege van, akkor van hová mennie haza, mocsolyás telepre, ahol született. És bár ahol tíz éves koráig villany sem volt a házban, ahol éltek, mégis egy csodálatos értékekkel teli gyerekkorra tud visszaemlékezni, ezért is határozta el, hogy ebből a sok jóból meg szeretne próbálni valamit visszaadni ennek a közösségnek, és ezt meg is tette, felépítetett sokat magával, felépítetett egy templomot, amelyet azóta már felavattak, felszenteltek, és azt mondja, egyre gyakrabban jár oda-vissza. Nem csak Károlyal beszélgettem. Vendégem nem csak Károly színész, a József Attila színház igazgatója. Szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Szervusz, örülök a meghívásnak. Olvastam egy interjút veled erről az évadról, valamikor az évad elején, és megfogott engem, majd mindjárt elmondom, hogy miért az egésznek a címe, hogy azt nyilatkoztat, hogy, hogy hát kreativitással, ügyességgel ezt az évadot is túl fogjuk élni, ezt, ezt, az évadot is meg fogjuk tudni csinálni, és így arra gondoltam, hogy már megint egy évad, ahol egy, 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 egy színházigazgatónak ezt kell mondania, hogy kreativitás és ügyességre van ahhoz szükség, hogy, hogy meglegyen az évad. Én azt gondolom, hogy mindegyik színház igazgató minden évben elmondhatja ezt magáról, hogy kreativitásra és sok ötletre szükség van. Az a baj, hogy mindenki rögtön a pénztelenségre gondol. És sokat azt érzem, ugyanúgy itt a karácsonyi időszakban merül föl bennem sokat, hogy a drága ajándékok helyett miért nem lehet igazából emberi ajándékokra gondolni, és olyan gesztusokat adni, ami, ami, igazából emberi és, és a miénk. A legszebb ajándék az, ami, amit te a saját kezeddel készítesz, és szerintem ö, az se jó, hogyha kevés pénz van a kultúrára, de én azt gondolom, hogyha bár ilyen helyzet sajnos nem adódik, hogyha dúskálunk a, a javakban, az pedig elveszi a kreativitást tőlünk, elveszi azt a, azt a, kihívást, hogy, hogy próbáljunk minél, minél személyesebb dolgokat csinálni. Belekényelmesedünk akkor? Belekényelmesedünk dolgokba, bizonyos az... dolgokba, igen, mm -hmm. igen. De valószínű, hogy ez a, ez a, ez a nyilatkozat, ez többről szólt a kreativitást illetően, hisz minden évben, és azt gondolom, hogy nem csak a József Attila Színház van így, olyan kihívással kerül szembe, amit, amit muszáj megoldanod. És ez nem támogatás kérdése, hanem egyszerűen a helyzet és a körülöttünk lévő eseményeknek a figyelembevételé, hogy, hogy reagálni Igen. tudjunk rá egy Igen. gazdasági nehézségre, vagy egy háborús helyzetre, amit most az elmúlt Hattos. évben azért nagyon, nagyon keményen itt volt jelen, az életünkben. Én pontosan erre gondoltam, pont, illetve hát arra, hogy, hogy ezért, ugye amikor te átvetted ezt a színházat, akkor egy nagyon-nagyon rossz gazdasági helyzetet is helyre kellett hoznod, hogy még mi mindent arról majd beszélünk. Akkor a második igazgatói ciklusodba robbant be a COVID, ami hát tudjuk, hogy tényleg nyilván mindenkit rendkívüli módon megviselt, tönkretett, káros volt, de hát a színházakat is nagyon. És amikor már úgy tűnt, hogy ezen túl vagyunk és felélgezhetünk, akkor elkezdődött egy háború, és annak nyomán jött egy háborús helyzet, ahogy te is utaltál rá, jöttek ezek a szankciók, amik egész Európában egy gazdasági visszaesést és nehézséget okoznak. Nyilván ez, ha, ha egész Európában, akkor nyilván nálunk is, tehát akkor nyilván ez mindenkit érinteni fog. Tehát én csak erre gondoltam, hogy hogy valahogy ugye így folyamatosan egymás után... Folyamatos jöttek ezek a... az életünk. Igen, igen, igen. De ez, ez a jó, én azt gondolom, hogy ezek a kihívások azért erősítik az embert. Most nem azt kívánom, hogy minden évünk ilyen legyen, de, de azt látom, hogy minden nap nap kerülünk olyan helyzetbe, amit amiben rögtön reagálnunk kell ezekre a helyzetekre. Tehát az élet, hál' Istennek... Elénk állít nagyon sok olyan helyzetet, ami, amiért meg kell küzdeni. Mm. Még azt is mondom, hogy hogy amikor csendes körülöttünk a világ, akkor is, akkor is nagyon sok kihívás van előttünk, vagy mi magunk keresünk. Jó magam, valószínűleg ez a fajta ember vagyok, aki nem tud tétlenül ülni. Tehát, ha, ha nincs éppen valami nagy dolog körülöttem, akkor biztos, hogy találok, találok olyan dolgot, ami, amivel Életben tartom és aktivizálom a környezetemet, vagy magamat is. Most legutóbb mi volt az, amikor szembenéztél egy teljesen váratlan feladattal, amit meg kellett oldanod kreativitással és ügyességgel? Nézd, folyamatosan kihívások előtt állok, és kihívások voltak az utóbbi időben az életemben. Ha csak abba belegondolok, hogy a szülőfalomban épült egy templom, és azt 2021-ben az egri érsekség, dr. Ternyák Csaba érsek úr fölszentelt, aztán egy kedves barátomnak köszönhetően Petro Attila Gáva Vencsellői, csodálatos embernek köszönhetően egy szobor állítódott az én szülőfalumban, a József Attila Színház épületére elkészítettünk egy tervet, szeretnénk felújítani és továbbújítani a színházunkat, a színpad technikát javítani, az épületet magát élhetőbbé tenni. Ezek csak egy ilyen, csak úgymond prózai dolgok, és közben ott van, ott van egy csodálatos társulata a József Attila Színháznak, fantasztikus fiatal színészek, akiknek, akiket helyzetbe kellene hoznunk, helyzetbe kell hoznunk, szerepeket találni nekik, olyan rendezőkkel dolgozni, ami, kihívás számukra is, és egy kurzus, és tehát tele van az élet szemnél szebb feladattal. A társulatot is te építetted. Nem voltak, sőt, még a Covid alatt is, ugye hát ez egy, az is például egy, egy probléma volt váratlanul egy igazgatónak, ugye, hogy le kellett állni, és aki nem volt éppen alkalmazotti státuszban annak emiatt, hogy nem volt munka, nem is járt pénz, gondolom. De hát ugyanakkor meg nem lehet azt mondani, hogy Menjetek Isten hírével, aztán majd lesz valami. Hát igen, ezek, ezek nehéz nehéz feladatok és komoly kihívás mindannyiunk számára, de a színház nem egy egyszemélyes műfaj és nem egy egyszemélyes intézmény. Ha nekem nem lennének olyan csodálatos kollégáim, akik körülvesznek és fantasztikusan végzik a munkájukat, akkor ez a színház nem tudna ilyen jól működni. Ez egyébként egy, egy nagyon erős ösztönző volt, hogy de igen, te akarsz állandó társulatot, olyan emberekkel, akik fixen ott vannak nálad, akikre mindig lehet építeni, de akik mindig számíthatnak arra, hogy ők valahol dolgoznak folyamatosan, vagy mindig is egy vágyad volt, hogy ez legyen? Mindig vágyam volt, én sajnos egy nehéz helyzetben lévő színházat vettem át, és akkor nem voltunk abban a gazdasági helyzetben, hogy szerződett társulata legyen a, a színházunknak, ennek ellenére azt a 30-40 embert, aki folyamatosan játszott a József Attila színházban, nem alkalmazottként, hanem fellépti díjjal, azért bennünk gondolkodtunk, és ők adják most is a gerincét ennek a társulatnak, és hála Istennek, hogy az elmúlt három évben kerültünk egy olyan gazdasági helyzetbe, elsősorban Fekete Péter államtitkár úrnak köszönhetően, hogy 26 művészt le tudtunk szerződtetni, nem csak színészt, hanem táncos kollégákat is, ami nagyon sok jót jelent a színház működése tekintetében, hisz nagyon sok felé kellene játszani a művész kollégáinknak, hogy igazából gazdaságilag biztonságban érezzék magukat, és hát az, az pedig egyeztetés szempontjából nagyon nehéz helyzetet teremtene. Azt is gondolom, hogy bizonyára nekik is jó egy állandóság, hogy van egy fix fizetésük, ami minden hónapban ott van, és van egy szabadságuk is, hogyha az idejük úgy engedi, akkor különböző feladatokat elvállalhatnak. Néztem most, hogy éppen mi, mi minden van a repertoáron, és ö, egyszer úgy fogalmazta, vagy valaki mondta, de te nem tiltakoztad, hogy József Attila Színház egy kicsit olyan, mint Budapesten egy vidéki színház, hogy egy kicsit mindent játszottok, és valóban megnézi az ember, akkor igen, van musical, meg van gyerekeknek is zenés darab, de van olyan zenés darab, ami zenés ugyan, de Brecht, koldusopera, de ugyanakkor van Shakespeare klasszikus vígjáték, vízkereszt, nagyon sok, de van modern, magyar, van modern, külföldi, az Ekusz volt talán egy új bemutatótok, igen. az hogy nagyon népszerű, most az egész világon játszák. És ami feltűnt nekem, hogy milyen szerény vagy igazgatóként, Uha. Uh, <laughs> Megleplek? Uh, annyi minden van, amit te eljátszhatnál. Tehát például, ha, csak a koldus operát veszem, van benne három olyan szerep is, amit hát a Bicska maximális, is, ugye most elvesz egy fiatal lányt, jó bármilyen életkorban lehetne szinte. Uh, de hát annak a fiatal lánynak az apja. Fisön, bármi, nyugodtan. Vagy akár, akár még a, a nyomozó, Tilly Brown is. Tehát, hogy, 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 hogy lennének, például itt is szerepek, uh, Valamiért azt nem, nem magadra osztod. Vagy ott van például akár a, akár az említett vízkereszt. Játszottál is abban, ugye? Igen, még fiatal koromban. Igen, 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 igen. Zalegerszegen. Igen. Abban sem. Tehát, hogy, hogy a, 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 a Breitbén egy pici szerepet, egy kis szerepet így ö, osztottál magadra, hogyha jól tudom. Ugye? Abban valami... Igen, igen, az egyik bandatag vagyok, igen, Leprás igen, Mátyás. Nézd, sok mindent kell mérlegelni az embernek, pláne hogyha egy olyan pozíciót tölt be, mint jó magam, tehát hogyha igazgatója egy színháznak, hogy mennyit játszom, vagy hogyha éppen rendeznék, amit nem szoktam, hogy mennyit rendezzen. Én elsősorban azt gondolom, hogy nekem azokat a színészeket kell és a színház vezetésének helyzetbe hozni, akiket leszerződtettünk. Az én szerepeltetésem az egy másodlagos dolog ebben a helyzetben. És megmondom őszintén, ez nem az én szerénységemet mutatja, hanem Azt én talán, talán a, a szakmai odafigyelést. Én azért akartam benne lenni a Goldus Operába, és azért akartam a bandában benne lenni, vagy legalábbis valami kisebb feladatot játszani, hogy érezzék a kollégák annak a súlyát, hogy nem feltétlenül arról szól a színház, hogy folyamatosan középen állunk este héttől tízig. Vannak szolgálatok, amit el kell végeznünk, az életben is vannak szolgálatok. Azon kívül lássák a fiatal kollégáink, hogy meg kell harcolni bizonyos pozíciókért hogy ez egy sokkal összetettebb dolog. Arról nem beszélve, hogy egy párjelenetes szerepet színpadra állítani és megvalósítani nagyobb feladat, mint egy főszerepet eljátszani. Mert a főszereplőnek este héttől tízig sok lehetősége van, hogyha valamit éppen nem olyan jól dolgozott ki a próbák alatt. De egy kisebb feladatot eljátszani, az folyamatosan egy nagyon komoly koncentrációt igényel. És a mai világunk különben is olyan, hogy mindenki sztár akar lenni, mindenki középen akar lenni, mindenki a reflektorfényben akar állni, közben pedig ezeket meg kell harcolni. Ez egy nagyon komoly harc, és azért vagyok én szomorú mindig, amikor, bocsánat, hogy ezt mondom, amatőröket és dilettásokat látok magam előtt, mert lenullázza a szakmánkat. És érvénytelenné tesz nagyon sok dolgot, hogyha egy civil embert engedünk be a mi rendszerünkbe. Ez egy szakma. Ennek vannak bizonyos fogásai, azon kívül nem csak hogy fogásai és szakmai fogásai, hanem erre a pályára föl kell készülni, lelkileg is erősnek kell lenni. Tehát hány alkalmat látunk és hány helyzetet látunk magunk előtt, amikor, amikor egyik pillanatról a másikra valaki, valaki egy ö, olyan helyzetbe kerül, amikor mindenki ráfigyel, mindenki őt nézi. és utána jön a következő műsor, amiben eldobják őt, uh -huh. és nem tud mit kezdeni, nem Tens. tudja földolgozni ezt a, ezt a helyzetet, nem tud vele nem tud vele mit kezdeni, és abból mindig tragédiák születnek. Uh -huh. Ez mentálisan is erősnek kell lenni ez a szakmához, mint minden más szakmához ez most egy trend. Amit látsz, hogy, hogy amatőrök jönnek? Azért kérdezem, mert pár évtizeddel ezelőtt a filmben volt például egy ilyen, hogy játszottak amatőrök, de színésszel szinkronizáltatták őket, mert hogy beszélni például nem igazán tudtak. És akkor ez volt a... Igen, akkor ez és most a színházban is ezt látod? Ez a színházban nem most kezdődött, ez már nagyon régen elkezdődött és ezzel az ok és képzéssel, amit, aminek lehet nagyon sok ember kapott ilyen lehetőséget, hogy különböző nem létező iskolákat végezzen el nagyon sok pénzért, és akik oktatták nem tudom mire őket, azok elhitették velük, hogy majd ők a világot jelentő deszkán meg fogják állni a helyüket. Nem állják meg a helyüket. Ez hangsúlyozom, ez egy nagyon komoly szakma, erre nem csak fizikális, hanem lelkileg is föl kell készülni, már a szakmai részét nem is mondom, hogy beszélni kellene tudni adott helyzetben, énekelni, megmozdulni a színpadon. Tehát rengeteg olyan követelményei van, arról nem beszélve, hogy ha csak abba belegondolunk, hogy este héttől tízig a lelkedet ki kell, ki kell tenni a színpadra, és ez egy érzékeny húrja az emberi természetnek. Uh -huh. És ezzel játszani, ez ez nagyon komoly, komoly felelősség. Mikor te fiatal voltál, akkor te, te hogy kezdted? Benned, benned milyen ambíciók, milyen gondolatok voltak? Volt benned is egy ilyen, hogy széttépni a világot, és hogy majd én leszek a legnagyobb, vagy esetleg valahonnan már akkor megtanultad, megtanították neked, vagy hoztál hazúról valami olyan gondolatot, bólogaszt, igen, hogy, hogy azért ez nem így működik sok mindent hoztam otthonról, de nekem fantasztikus tanáraim voltak, és Rusz József rákényszerített bennünket arra, hogy nem csak főszereplől és főszereplől szól a világ és az életünk, hogy meg kell küzdenünk a saját helyünkért a társulatban. Én mindig társulatban dolgoztam, és a társulatnak van egy, van egy egyéniségépítő szerepe is egyben. Tehát tudnod kell a saját erődet fölmérni. És uh, természetesen mindannyian tele voltunk energiával is, uh, mindent is akartunk játszani és uh, uh, tényleg egyik szerepből a, a másikba estünk, nagyon sokat játszottam és áldom a, a sorsot, hogy vidékre szerződtem a színművészeti főiskola után, és az külön szerencsém volt, hogy Ruszt József volt a, a mesterem. Tehát mindent játszottunk, de karaktereket is játszottunk és pont. Ruszt erősítette bennünk azt a gondolatot, hogy azért kell eljátszani egy kis szerepet, az egyik este Rómajónak lenni, másik este Benvóliónak, hogy ott 60 éves korodban el tud játszani a Lír királyt, Úgy be tud osztani az erődet, hogy tud játszani, tud, tud odafigyelni nem csak magadra, hanem másokra is. Például úgy emlékszem, hogy fantasztikus megbeszéléseket tartott egy-egy próba után és annyira akartam figyelni és megfelelni, hogy amit nekem mondott, abban egy hangot nem értettem meg. Mindig abból szűrtem le, hogy nekem mit kell csinálni, amit a kollégáimnak mondott. Tehát, hogy ez a, ez a, nagy megfelelési kényszer, ami, ami benne van a, a fiatal színészben, de ez jó. De közben azt azért nem szabad elfelejteni, hogy mögöttem volt egy főiskola, és az nekem egy erőt adott. Tehát, ha nem végeztem volna el a színészeti főiskolát, valószínű, hogy egyrészt most nem ülnék itt, a másik, hogy nem lenne erőm, nem lett volna erőm végig csinálni egy, egy próba folyamatot sem. Tehát az, az, mindig egy támasz, és ez egy biztonság az ember életében, és ad egy egészséges magabiztos tudatot is, ami nagyon szükségeltedik a mi pályánkhoz is. Már másodszor mondod de ezt, igen, valahol mondtad egyszer, hogy hogy is szó szerint, szerint szeretném idézni, hogy Igazából ez egy hosszú önismereti tréning. Volt olyasmi, amire így közben döbbentél rá, hogy úristen, ezt nem is gondoltam magamról. Ez most egy, egy, egy olyan érzelem, vagy egy olyan reakció, vagy bármi, ami téged is meglepet. Vagy akár az, hogy ahogy teltek az évek, mondjuk például a változást magadban ö, jobban tudtad észrevenni, mert hogy folyamatosan reflektálnod kellett saját belső pszichés folyamataidra a szerepek miatt? Nézd, én azt gondolom, hogy, hogy ez egy folyamatos dolog az ember életében. Tehát, biztos vannak időszakok, amikor úgy visszagondolunk az életünknek egy-egy részére, de ha csak abba belegondolok, hogy mennyivel más gondolatok voltak az emberben 20 évesen, mennyire más, másképp gondolkodik akkor az ember, ha a családot alapít. Tehát, hogy azok a hatások, amik érnek bennünket nap mint nap, hogy épül bele a, az egyéniségedbe, hogy épül bele a munkádba, a színészetedbe. Ez nem az én mondatom, ez Békés Tanár úr mondata, hogy igen, ezt a pályát mi halálunk napjáig tanulni fogjuk. Hisz minden olyan, olyan hatás, ami ér bennünket, azt föl kell dolgoznunk, és magunkból kell építenünk a szerepeket. Tehát nem tudok másból, csak abból, amit, amit én megéltem, és fiatal korban az ember majd hogy nem azt mondom, hogy felelőtlenül átlép egy-egy dolgon, de amikor már picit megrázta az élet, akkor biztos, hogy másképpen gondolkodik el egy-egy helyzetről vagy szituációról. De hogy egy, lehet, hogy nem pontosan ideillő a példa, de, de emlékszem, hogy amikor megszületett Balázs fiunk, én utána nem tudtam nézni a televíziót, amiben ö, csúnyán néztek egy kisgyerekre. Tehát olyan mértékben lettem feszült és ideges ö, attól a szituációtól, tehát hogy addig valószínű nem, nem voltam ennyire, ennyire érzékeny, de látva ezt a csodát, amit, ami egy gyermek születése, tehát olyan érzéseket hozott ki belőle, ami addig valószínűleg nem, nem volt benne, vagy nem volt ilyen erőteljesen bennem. Hát igen. Azon gondolkodom most, hogy ez az önbontolgató hajlam, sőt kötelesség egy színész életében, ez volt-e az oka annak, hogy amikor Eperjes Károly első filmrendezésében a Magyar Passióban szerepet kaptál, nem is egyet, hanem igazából választhattál kettő közül, akkor érdekes módon te egy nagyon negatív, gonosz, szadista karaktert választhattál, lehet mondani. Azért döntöttél így, mert ez egy olyan szín volt, valami olyan feladat, egy olyan lehetőség, amire úgy érezted, hogy még hiányzott neked, vagy szükséged van rá, vagy egyszerűen valami volt a figurában, ami a karakterben, ami számodra megtetszett? Nagyon örültem, hogy, hogy lehetőségem volt arra, hogy, hogy válasszak, és megmondom őszintén, a szerep maga kihívás volt számomra, de azt azért az úgy szerintem minden színészben benne van, hogy elkezdjük keresni a szerep igazságát. Most azért eleve gonosz emberek nem léteznek, hanem valamitől azzá válnak a, az élethozott egy olyan helyzetet. Tehát érdekelt, hogy mitől mitől ilyen, ilyen ez a ez az ávós, miért, miért hordoz ő ilyen stigmákat magán, uh -huh. miért miért ilyen. Hogy miért szolgál ki egy hatalmat, miért nem gondolkodik, miért nem gondolja másképp. De mindenkinek megvan a saját igazsága, tehát most nem azt mondom, hogy én pozitív hőst szerettem volna ebből a figurából csinálni, de azt éreztem, hogy ez egy, ez egy olyan kihívás, ami egy az lehet, hogy szokatlan talán tőlem, mert hogy engem sokat látnak nevetni, de, de színészileg egy, egy olyan lehetőség volt, amit azt gondoltam, hogy nagyon jó lenne megkapni és ezt megformálni. Igen, az, azon is gondolkoztam, én most visszacsatolva egy korábbi gondolathoz, amiről beszélgettünk, hogy színház vezetőként inkább a társulatodnak a szerep lehetőségeit és fejlődését nézed, nem, a, nem annyira a saját magadét, hogy ha már Ruszt Józsefet említetted, lehet, hogy ennek az is oka, hogy te azért, amíg a mestered volt, addig annyi mindent eljátszottál, nagy szerepeket, az élet álomból, az Igizmondót, vagy voltál csongor, a faunnak a főszerepe, de voltál te aztán bánkbán is, a vízkeresztet már említettük, Brecht bálnak a főszerepe, Lilium, hogy még egyet mondjak, ami hát azért lehet egy szerep álom. Igen. Mérpensége. Tehát, hogy, hogy, lehet, hogy egyszerűen emögött az is ott van talán, hogy te elégedett vagy mindazzal, amit a pályádon megkaptál, akár fiatalon, akár már egy kicsit később középkorúan, mert ez egy unalomig ismételt dolog veled kapcsolatban, hogy téged az egész ország a szomszédokból ismert meg, igen, de azért az ország másik fele meg nagy drámai szerepekben ismert meg, nagy vidéki, és aztán később játszottál a Nemzeti Színházban is. Igen. Tehát, te, tehát tényleg, hogyha végignézi valaki a, ezt, ezt a repertoárt, akkor, akkor lehet, hogy ez is mögötte van, hogy, hogy lehet, hogy neked nincs hiányérzeted, amit kompenzálni akarnál. Abszolút nincs hiányérzetem. És megmondom szintén soha nem volt szerepálmam sem. Még talán néha ilyen tudat alatt vagy itt a hátul, de de nem nehezítettem az életemet azzal, hogy, hogy olyan helyzetbe hozzam magam, hogy egy-egy szerepbe beleéljem magam, és akkor, ha megkapom, akkor az akkor hogy sikerül? Talán egy egy alkalommal volt, hogy úgy szerettem volna valamit eljátszani, és lehet, hogy nem kellett volna. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy mindig megtaláltak a, a feladatok, és a másik az, hogy jobb, hogyha valaki kívülről azt mondja, hogy ezt neked el kellene játszani, mint hogyha én magamra húznék egy, egy figurát. Arról nem beszél, hogy ez, ez, is egy veszélyes helyzet, az igazgatóság, hogy én jól látom-e jól látom -e magam a társulatban. Tehát elképzelhető, hogy a társulatunkban van olyan színész kollega, aki ezekre a feladatokra alkalmas. Tehát nem nekem kell ezt, ezt ezt a feladatot eljátszani. És még adott helyzetben azt mondom, hogy hogy így lehet a koldus operával is, bár megmondom őszintén, hogy a koldus az egész társulatunknak egy nagyon komoly kihívást jelentett, mert a jogtulajdonosok olyan nehéz helyzetet állítottak föl, ami egy komoly kihívást jelentett mindannyiunk számára. Eredeti hangnemben kellett elénekelni a dalokat, tehát nem engedtek ebben. Tehát hogy gyakorlatilag... hogyha valakinek mondjuk milyen hangú Igen, egy énekesnő, vagy egy, semmit, egy éneke, egy színész, semmit. nem lehetett. Sőt, meghatározták, hogy hány tagú és milyen összetételű legyen a zenekar, tehát sok olyan kritériumnak kellett megfelelni, ami, amit utólag én nagyon-nagyon jónak gondolok. Azért is, mert, mert volt egy komoly feladat, amit, aminek a társulatnak meg kellett, hogy a társulat meg kellett, hogy feleljen ennek a feladatnak. Örültél, -e, hogy nem tudtok kompromisszumot kötni, a jól Így van. Jól látom. Így, van. Uh -huh. így van, és ez, ez nem csak a nekem volt jó, hanem én azt gondolom a színháznak és a kollégáink fejlődésének. És nem nagyon buta módon hangzik ez talán, hogy, hogy nekem a kollégáim színészi előmenetele kell, hogy előttem legyen, de, de én azt gondolom, hogy ez így van. Tehát nekem és nem csak nekem, mert hála Istennek most már jó pár éve van a színházunknak egy művészeti vezetője, Hargita Iván személyében, és vele, vele komolyan ö, foglalkozunk ö, azokkal a gondolatokkal, hogy színész kollégáink úgymond színészi fejlődését is figyelembe kell venni. Tehát több olyan darabunk van, amikor ha első pillanatra ránézünk a társulatnál, nem így, nem így osztanánk ki. De vannak feladatok, és pláne a fiatal kollégáink esetében, hogy ez legyen egy kihívás számára. Tehát, hogy ne, ne jöjjön egyértelműen az ő alkatából, az ő mentalitásából, hanem dolgozzon meg. Egy-egy jó próba folyamat, ez egy jó kurzus, egy jó, jó mestermunka, és ez ezzel ezzel jó együtt lenni. És gazdagabb, gazdagabb, lesz mindegyikünk. Az mi volt az a szerep, amit úgy esetleg szerettél volna? Én eljátszani? Igen, mondtad, hogy, hogy hát lehet, hogy volt egy olyan szerep, amit úgy szerettél volna, de aztán aztán de, utána rájött, tudod, talán jobb is, hogyha nem. Nem, mindegy, csak gondoltam, hogy lett volna valami, akkor... Eljátszottam, és nem biztos, ja, hogy, hogy, hogy... Tehát az élet hozott egy olyan helyzetet, amiben nem kellett volna eljátszanom, hanem mást kellett volna játszanom. Uh -huh. Ez az otelló volt. Uh -huh. Én a Budapesti Kamara Színháznak voltam hosszú éveken keresztül a tagja, és Ruszt József egy trilógiát indított el, aminek az első részében én benne voltam, aztán már nem. És a trilógia, a harmadik része az Otello lett volna, de abban a társulatban, abban a felállásban én lehettem volna otelló. A József Attila színházban úgy alakult az életünk, hogy azt gondoltuk, azt gondoltam, hogy az otellót be kellene mutatni. Mi nagyon jó párost alkottunk hosszú éveken keresztül Réka Sikárollyal. Nagyon jól működtünk a. A fekete szárú cseresznyében. Nagyon jól, jól dolgoztunk együtt az aranyemberben, nagyon jó partnerek voltunk a gyertyák csonkigégnek, és ebből, ebből jött a gondolat, hogy játsszuk el az otellót, jó maga Motelló, és Károly pedig Jágó. Csak jött a, a baleset. Uh -huh. És én azt gondolom, hogy ez egy szomorú és borzasztó történet, tehát a, a Károly szempontjából kimondottan az, de a színházunk szempontjából is az volt. És én azt gondolom, hogy ott lehet, hogy döntenem kellett volna másképpen. Jágót Szalma Tamás játszotta aztán el, ő osztálytársam volt a színvészeti főiskolán, de lehet, hogy jobban jártunk volna, hogyha ez az eset megtörténik, hogy nem én játszom az otellót. Uh -huh. Szerettem, nagyon szerettem, és szerintem annyira rossz nem is voltam benne. De hát de nem. lehet, hogy az, az egy. Tehát erre mondom azt, hogy nem biztos, tehát néha reagálnunk kell, még adott esetben is igazítani kellett volna. Tehát lehet, hogy jobban jártunk volna, ha megfordítjuk a, a szerepet, és ebben a helyzetben én Jágót játszottam volna, is. és uh -huh. Tamás kollégám barátom, ő pedig a ha már... ezek, ezek olyan, bocsánat, csak olyan, olyan helyzetek, amiben úgy elgondolkodik az ember, hogy hogy miért, miért történnek így a, a dolgok körülöttünk. Tehát, hogy lehet, hogy ez egy olyan jel volt, amit amit nem vettünk észre. Mert most olyan értelemben, hogy. hogy ö... Tehát a sajnálatos baleset... Okay. E, hogy akkor ezt nem e, így kell tenni. Igen, igen, hogy uh -huh. akkor ezt Értem. ott meg kellett meg volna kell állni. állni, és akkor lehet, hogy át kellett volna pár hmm. dolgot gondolni. Ugye hmm. ebből a, a szörnyű tragédiából, uh, hogy lehet, hogy ez figyelmeztetés felén hmm. De most nagyon bele. Nem. belementünk ebbe a <laughs> hát léleggonculgató el... dologba, csak, csak hogy mi Ahogy minden történik. Szólt igen, át, hát, hát, hogy mi minden történik körülöttünk. Igen. Egy kicsit szeretnék még visszatérni a magyar pasióra, meg arra, amit már említettél, hogy bizony, te a szülő falutban mocsolyás telepen elérted azt, hogy már pedig legyen egy templom. Maga ez a film, ez a kommunizmus alatti keresztény üldözésről szól. Ezt 2021-ben mutatták be, nyilván az azt megelőző években volt az alkotómunka, a forgatás maga, és még azt megelőzően az előkészítés, amikor beszél, átbeszéltétek, hogy, hogy igazából mik ezek a szituációk, miről szól az egész. Nem tudom, hogy akkor szóba került-e az, amit manapság már nagyon sok helyen lehet olvasni, hallani róla, és a bizonyítékait is látni, hogy a kereszténység már az egyik legveszélyeztetettebb, hanem a legveszélyeztetettebb vallás lett. És a kereszténységhez tartozó emberek ennek megfelelően nagyon nagy veszélyben vannak sok helyen a világon, és néha meglepő helyen, tehát például Nyugat-Európa nagyvárosaiban is. Vagy hogyha például arról lehet olvasni, hogy egy másik veszélyforrás, hogy azt mondják, hogy tulajdonképpen már nincs is szükség például erre, arra vagy amerre a templomra, tehát akkor bontsák le, vagy legyen benne, nem tudom, diszkó, vagy alakítsák át bármi másra, mert hogy ott úgy sincsenek hívek, és kihasználatlan úgymond. Te, akinek rendkívül fontos a hit gyerekkorod óta, és hát ez az említett templomépítetés is mutatja, hogy mennyire. Amikor például ilyen híreket hallasz, meglátsz, akkor nem csak, hogy milyen gondolat, de nyilván olyan érzelmek is át átcikáznak rajtad ezzel kapcsolatosan, ami erősek. Ez nagyon nehéz erre reagálni, de én azt gondolom, hogy ezek a jelenségek nem új keletűek, azért ha belegondolunk, és ha csak a magyar Passióra visszagondolunk, azért a magyar történelem elég közel eső részében is történt keresztény üldözés. Gyakorlatilag szétvertek egy nagyon jól működő olyan rendet, ami, ami a szeretetre épült. Tehát valószínű, hogy a, a a világot valahogy bántja a harmónia, és ebben mindig bele akar valaki, valami ki koszolni, bele akar nyúlni, és el akarja tüntetni ezt a harmóniát, mert ha harmónia van, akkor béke van az emberek lelkében. Tehát amikor mi templomot kezdtünk építeni, és amikor az én fejemben megszületett a gondolat, és szavakba öntöttem a keresztlányomnak, Véres Anikónak, hogy aki odahaza mocsolyáson él a családjával a szülői házban, hogy mit szól, na, a mi közösségünk ahhoz, hogy egy templom épülne, akkor mi nem feltétlenül csak az épületről beszéltünk, hanem egy közösségről. Tehát, hogy ez a közösség, aki ott él most már 200 valahány éve, hogy ennek a közösségnek kellene egy, egy hely. Egy olyan hely, ahol a lelke még, még jobban meg tud szólalni. Uh -huh. Azon kívül nagyon sok olyan barátom van, akik Erdéből jöttek Magyarországra, és sokat beszélgettem velük, hogy, hogy Erdélyben milyen meg, megtartó ereje van a templomnak, a hitnek, és ezt, ezt azért gyakorlatból tudjuk. Tehát... Hangsúlyozom, itt, itt nem csak egy, egy épületről van szó, hanem, hanem a közösség. Közösségről és a közösség erejéről. Tehát a, és valószínűleg hogy ezt a, ennek a közösségnek az erejét próbálják eltüntetni. Tehát próbálják kérdezni, Miért baj az, hogyha harmónia van? De akkor ezek szerint nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy... A baj a harmóniában az, hogy akkor jól gondolkodsz, akkor gondolkodsz, és. És a közösségben vannak az emberek, közösség, akkor összefognak, és van egy erejük nyilvánvalóan. Van. Igen. Igen, tehát. És ez az erő, ez, ez hatékony lehet. Arról nem beszélve, ha te erős vagy belőről, és a hited erős, és az önbecsülésed erős, ami ami benned van az erős, akkor nagyon sok sok nehézségen túl tudsz lépni. Én például benne mindig volt egy gondolat, hogy olyan jó lenne valamit visszaadni abból a sok szeretetből, amit én otthonról kaptam. Hogy hogy lehet, tehát mi az a, mi az a mód. Sokat, amikor elfáradtam, és azért az embert folyamatos kihívások, és adott esetben néha még atrocitások is érik, hogy mennyire, mennyire sokat jelent a, a gyökerekhez visszamenni. És nem kellett mást csinálni, csak létezni ott van Két szót beszélni a szomszéddal. Nem filozofálgatni és lelket boncolgatni, hanem csak létezni. És ennek a létezésnek az ereje, az egy hihetetlen erő. Ez az érzés, ez mi ez? Szeretet, vagy az az érzés, hogy odatartozol valahova, vagy... Mind a kettő. Szerintem mindes, biztos, hogy vannak még, Más még olyan jelzők, amit, amit föl tudnánk sorolni ezzel kapcsolatosan, de hangsúlyozom, amikor elfáradtam és hazamentem, és utána újult erővel. Tehát volt egy egészséges önbizalmam. Soha nem tengett túl bennem az önbizalom, de, de az sem volt, hogy én annyira aláadtam volna. Hanem, hanem úgy megpróbáltam merítkezni, és mindig megtaláltam én azt gondolom azt a részét az életünknek, ami, ami segített a nehézségeken túlmenni. Természetesen az épületet én sem úgy értettem, hogy csak persze, az valami. Persze, Éppen persze, ezért is említettem ezt, mint egy egy elrettentő dolgot, hogy, hogy egy templomból, ami hát nyilván önmagában egy szimbólum, egy szakrális hely, bármi más csináljunk, most mindegy is, hogy... <gülön> boltot, vagy diszkót, vagy éttermet, vagy akármit. Érdekes ez, mert valóban, ahogy mondod, a filmhez kapcsolódóan a világnak ez a második világháború után talán kevésbé szerencsés sorsú helyén ez megtörtént. De azt gondolnánk, hogy a világ, vagy Európa szerencsésebb sorsú felében, tehát ahol nem volt éppen egy másik országnak, egy rezsimnek a megszálló hadserege jelen, Nyugat-Európában, hát meglehetősen furcsa, hogy most ott történik meg ez. De én ezt, ebben nem látok semmi furcsaságot, de? én azt látom, hogy törvényszerű volt ez a, ez a folyamat. Ha csak abba belegondolunk, hogy olyan mértékben lazultak föl az emberi kapcsolatok, és azon kívül, ha csak abba belegondolunk, hogy ha Németországot vagy Franciaországot, de bármelyik országot említhetjük, hogy mennyire több nemzetiségű lett egy-egy ország. A bevándorlók, vagy a, a keletről érkező népek összefogása egy-egy országban, tehát a... Tehát a tömeges migráció következtében. Azért ezek a kapcsolatok lazultak, vagy egy olyan kulturális közeg került be, ami szembeállt a, a hagyományos dolgokkal. Hm. És ez nem valószínű, hogy a új közösséget, új jó közösséget hozott létre. Új közösségeket hozott létre, amik az egységet, ami létezett, azt megbontotta. Gondolom én. Igen, ez azért érdekes, hogy mondasz, mert ugye nyilván, hogyha meg egy országban vagy egy közösségben emberek úgy érzik, hogy őket valamilyen negatív hatás, vagy támadás, vagy akár éri, vagy akár veszélyben érik, érzik magukat, hát pont ezek a dolgok lennének, amik egyfajta erőt, egységet, ellenállást tudnának számukra jelenteni. És ezt azért is kérdezem, mert, mert valahogy úgy fogalmaztál egyszer, hogy hogy ez a magyar pasú, ez, ez azért volt egy nagyon érdekes munka, mert mert rávilágított arra, hogy mennyi feldolgozatlan ö, trauma van gyakorlatilag mindenkiben. Nyilván a kommunizmus, tehát a, a diktatúra arra a korszakra vonatkozóan. És csak úgy most eszembe jutott, hogy amikor most erről beszélgetünk, akkor te ezt hogy látod, hogy most milyen traumák lehetnek azok, amelyek feldolgozatlanok, és amelyek ilyen szituációkban nyilvánulnak meg? Tehát mik lehetnek azok a belső problémák, az európai embernek a problémái, ami miatt most erkölcsi és eszmei értelemben is ilyen válságba került? Olyan nagyokat kérdezel, és nehéz dolgokat, hogy ilyen filozófusnak kellene lennem, én pedig egy színész vagyok, akinek reagálni kell itt a körülötte levő világban történt dolgokra. Nehéz ezt valószínűleg megfogalmazni, és mivel benne élünk, tehát nincs egy, egy, fajta rálátásunk, csak a napi, napi veszélyt látod, ha egyáltalán te azt veszélynek éred meg. Hisz nagyon sokan, ha belegondolunk, a migrációt nem úgy élik meg, mint ahogy én például. Mm. Tehát én egy veszélyesebb helyzetnek látom ezt a, ezt a nem tudom, jelenséget, de ez már több, mint jelenség. Valaki pedig ezt egy természetes dolognak gondolja. Én is azt gondolom, hogy helyén kellene kezelni ezeket a problémákat, tehát nem idehozni ezeket a problémás embereket, hanem megoldani ott a saját életterükben ezeket a problémákat. Arról nem beszélve, hogy egy, egy elszakadás, pláne egy országtól, egy hazától, az komoly lelkisérülést is jelenthet. Én legalábbis ezt érzem, vagy bennem, bennem, ilyen, ilyen érzések vannak. Azért, ha, ha abba belegondolok, bár gyerekek voltunk és fiatalok voltunk, nem láttunk rá azokra a nehézségekre, ami a 60-as, 70-es években velünk történtek. De arról nem beszélve, hogy azért nálunk egy lájtosabb időszakot is éltünk a 70-es évek környékén. Tehát amikor úgy, és ezért jó egy ilyen filmet elkészíteni, hogy most látjuk, hogy milyen, milyen rossz döntés volt az, hogy ilyen mértékben tettek tönkre olyan fantasztikus erőt, mint a, ami ezekben az emberekben volt, és szeretetet és mindent, ami aminek, ha belegondolunk, most van igazából következménye. Tehát az, hogy egy apáca rend nem létezik, több tízezer embert küldtek a világ különböző részére el, Szétverték, és egy helyzetet, igen. mennyire szükség lenne az ő szeretetükre ebben a szeretettelen világon, amiben most élünk. Tehát nehéz, nehéz nem nagy jó gondolatot megfogalmazni, én azt érzem magamban, és nem is nagyon tudnék a mostani világunkról, csak néha érzem a félelmet és a, a veszélyt, hogy ami körülöttünk van, de azt is érzem, hogy én kevés vagyok sok mindenre, ezért kapaszkodom valószínűleg a társulatba, ezért kapaszkodom a, a falunk közösségébe, tehát azt érzem, hogy egyedül mindannyian kevesek vagyunk. Tehát ezért lenne jó egy olyan létezés, amiben, amiben össze tudunk jobban kapaszkodni. És, és közösséget mm. alkotni. hazajársz ha ezek szerint, akkor mai napig... Igen, sok Ez még mindig van még. így van Ez még mindig így van, hogy egy kicsit ö, úgy érzed, hogy kimerültél, vagy valami nem igazán jó magadban vagy körülted, akkor... Hazamész, és akkor egyre billennek a dolgok. Tudod, azért is jó hazamenni, mert én egy csodálatos helyen születtem a Buklábánál, és olyan fantasztikus emberek élnek mai napig ebben a közösségben, hogy mindig erőt ad az a, az a vitalitás, ami bennük van, az a, az életszeretet, a az egymás iránti aggodalom, odafigyelés, egy fantasztikus polgármesterünk van, aki a népművészet mestere, Kékedi László, és olyan csodát teremtett a mi kis falunk közigazgatásilag kis tartozik, és három kilométer választ el bennünket egymástól, de egy közösséget, közösséget alkotunk. És olyan csodák születtek az utóbbi időben, hogy az embernek a lelke tényleg, tényleg megszépül, hogyha hazamegy. És ez, ez nagyon fontos. Tehát ezekre valószínűleg ezért is járok mostanában, vagy járunk ö, többször, ö, többször, haza. Azon kívül vannak feladatok, amit, ö, amit, úgy jó, jó elvégezni. Tehát jó volt a, a templom templomépítéssel együtt lenni. Egy kedves barátomtól, akit említettem már, Petro Attillától kapott a falunk egy öt méter magas fehér mészkőből faragott Mária szobrot, aminek a talapzatára találtunk támogatást, és fölépült egy gyönyörű, a természetben fantasztikus helyen lévő, gyakorlatilag egy kegyhelyé váló szobor. Csodálatos ezekkel, ezekkel együtt, együtt lenni, meg meg a templomépítés abból a szempontból is óriási jelentőségű az én életemben, hogy olyan csodálatos embereket ismerhettem meg, és mondhatom, hogy ma már a barátaim, például két építész, aki, akik jelentkeztek, hogy ők költség, legalacsonyabb költség szinten megtervezik a, a mi templomunkat, Eperjesi Szabolcs és Kisatilla építészek. És uh, csoda jó volt az az együtt gondolkodás, hisz ez egy hagyományos uh, templom, tehát nem, nem egy modern uh, épít, épület, hanem hanem uh, egy hagyományosabb stílusban. De ahogy az ő szeretetük uh, ebben az építkezésben benne van, vagy ahogy ahogy De mi készültünk. De mindenki. De egyszerűen tényleg rád nézek, és jó, jó látni az, hogy, hogy <laughs> most meg a szemed is, és úgy látszik, hogy teljesen nem lehet, át, nem lehet beszélni az teljesen át melegít, de nem is tudom, hogy hogy mondjam, tehát látszik rajtad, hogy, hogy mennyire rajongsz, mennyire szereted, amiben nyilván benne van a gyerekkorod iránti szeretet és rajongás, amit lehet, hogy valaki meg sem értene talán, hogyha például olyan tényekkel szembesül, hogy nem csak kár, hogy tíz évesen tapasztalt először meg, hogy milyen az, hogy felnyomunk egy kapcsolót és világítás lesz. <laughs> Igen. Mert szoktad is mondani, hogy te még a 19. században születtél tulajdonképpen. Neked például az, hogy most már egy 25 cm-es doboznál kisebb dolgon keresztül mindent elérünk, mindent el tudunk intézni, mindenkivel kapcsolatban vagyunk, Onnantól kezdve, hogy tényleg tíz éves korodig, nem tudom, Petrólium, vagy olajlámpába, vagy mivel Petról, kellett olajlámpába. Petrólium, olajlámpába, Tehát, hogy, hogy 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 nem is tudom, hogy időnként arra gondolok, hogy talán felfoghatatlan és átélhetetlen számunkra hogy milyen hihetetlen nagy fejlődésen vagyunk túl, technikailag. Igen. De ha csak az utolsó húsz évvel gondolsz bele. Uh -huh. Tehát nem tudom, hogy te Most. erre szoktál-e gondolni, hogy úristen, tehát, hogy... Néha. Mi volt akkor, és már iskolába jártam, és még nem volt villany, és most meg tényleg az, hogy elővesz egy telefont, és akkor azt csinálsz, amit akarsz gyakorlatilag, meg azt érsz el, akit akarsz. Vagy lehet, hogy ez csak megint egy ilyen kicsit illuzórikus dolog, hogy ez mindenható lenne, ez a kis készülék, vagy nagy készülék, kinek milyen van. Ebben vagyunk kódolva. Nézd, ilyenkor nekem csak az jut eszembe, hogy mennyivel nyugodtabb és boldogabb volt az én gyerekkorom, hogy nagy bánatom, bár azért igyekeztem megteremteni, hogy ne így legyen, hogy nagyon messze kerültünk a természettől. A természetnek a törvényszerűségeit nem nézzük, és nem figyeljük azt, hogy mi minden, mi minden történik körülöttünk. Nem az emberek szempontjából, hanem a, a, a föld hogyan, hogyan viszonyul hozzánk, a növények hogyan viszonyulnak hozzánk. Volt egy nagyon kedves, barátom Péli Tamás festőművész, és a mamájával nagyon jó barátságban voltunk, És azt mondta, hogy nálam két hónapig ott van a vágott virág, és nem hervad el. Mert én minden nap beszélgetek vele. Uh -huh. És én minden nap megsimogatom. És én természet közelben éltem az életemet. Lehet, hogy nem, nem volt televíziónk, és nem volt, de soha nem volt hiányérzetem. Soha nem volt az, hogy Biztos nem voltunk, sőt, nem voltunk gazdagok, gazdagság, se tudtuk, hogy mi az. De, de hogy ebben, ebben a egyszerűségben nem, nem éreztük, nem éreztünk semminek, nem éreztük semminek a hiányát. Sőt, ha visszagondolok, fantasztikus az, hogy, hogy én feküdhettem a pocsolyába, szaladgálhattam glodgatjában, nyári esőben, a még el nem készült utunkon. Tehát olyan, olyan természeti közelség volt a, az életem, ami ami most hiányzik a gyerekekből, nem tudnak fáramászni, nem, nem tudnak játszani egyedül. Tehát ha megnézed, látsz egy családot, és a kisgyerek, két-három éves gyerek kezében ott van a laptop és nézi, vagy a Igen. telefon, és nézi a mesefilmet, és nem talál ki semmit. Nekünk ott volt a ott volt a Lidérc, aki az, ott járt körülöttünk, és féltünk tőle, és de csak úgy eszembe jut, pláne egy karácsony környékén, amikor úgy visszagondol az ember a gyerekkorára. Tényleg nem volt világításunk, de egy, csak képzelj el egy kis falut, amikor egy méteres hó van mindenhol, és süt a holdvilág. Tehát ebben, ebben olyan fények és olyan csodák voltak, ami, ami egy gyerek fantáziája, az még tovább növeli ezt a, ezt a szépséget, és még misztikusabbá teszi a, a, a világot, vagy az életet. Na jó, még mielőtt most bárki azt gondolná, hogy, hogy egyrészt itt, itt most akkor egy ilyen múltban zsévedést <laughs> akar, hogy régen mennyire jó volt minden, miközben az ember bárhol megnézi, mindig azt mondták, hogy régen ez teljesen természetes. nyilvánvaló, meg, meg az ember nyilván nincs a haladás ellen, meg nincs a fejlődés ellen, mert egyrészt nem is lehet el megállítani, vagy nem nagyon, másrészt meg nyilván nagyon sok jó dolog is jár vele, nem erről van szó. Csak azon gondolkoztam magamban, hogy, hogy sok ember gondolkodik így, mint te talán, sokan osztják ezeket az érzelmeket, gondolatokat, de hát ez nem az, ami madivatos a világban. Tehát a hagyomány szeretete tisztelete, a család szeretete tisztelete, a közösséghez tartozás vágya, fontosságának elismerése, ezt tartozik a nemzet is nyilvánvalóan, a hit önmagában, hogy, hogy az valaki számára az életében egy aktív szerepet játszó fontos dolog legyen. Ez, hogy buta szóval mondjam, nem olyan divat manapság. És, és tudom, hogy, hogy, hogy ezért akár, akár támadhatják, és téged is személyesen támadtak is itt Magyarországon is, amikor te vállaltad azt, hogy márpedig te egy jobboldali konzervatív érzelműs gondolkodású ember vagy. Támadtak például akkor, és visszakanyarodom az beszélgetés elejére, amikor a József Attila színház igazgatója lettél. Ami egy azért ö, kicsit mókás dolog is lehet, a mókást nagyon ironikusan értem természetesen, mert nem csak, hogy egy olyan színházat vettél át, ami akkor csődben volt majdnem, hanem még az is szóba került, hogy lehet, hogy nem is lesz színház, lehet, hogy meg sem marad. Innen kellett neked fölhoznod. És ennek ellenére petíció és aláírásgyűjtés, hogy nem csak hogy ne legyen, mert hogy a fidesz szimpatizál. De hát téged korábban mindenki ismert és szeretett. Hogy tudtad ezt te akkor feldolgozni? Hmm az, azt gondolom, hogy azért ez egy, az, hogy én belemertem vágni a József Attila színház igazgatói pályázatába, azt azért nagyon sok minden megelőzte. Például az, hogy addig már azért több mint 30 éve a pályán voltam. Nagyon sok olyan dolog volt az életemben, ami, ami sok mindenben megerősített. Nagyon sok dolog történt velem, ami, ami félelemmel töltött el, például a színházak megmaradása. Uh -huh. Tehát az, hogyha elindul egy, egy folyamat, hogy kőszínházak megszűnnek, mint ahogy én főiskolás koromban egyik este moziban voltam, másik este színházban, és mindannyian ezt csináltuk. Most, ha végigmész a Rákóczi úton, az Erzsébet hittól a kossuth is utcán keresztül a, a keleti pályaudvarig, a 70-es, 80-as években ott minden utca sarkon volt egy mozi. Lehet, hogy ez száz embert fogadott be, de csodálatos hangulatú helyek voltak. És ma, ha végigmész ezen, a, ezen az utcán, vagy ezen a két utcán, az Erzsébet hittól a, a keleti pályaudvarig, ezeknek a csodálatos Közösségi helyeknek a helyén. Bankok vannak, vagy éppen még garást építettek, vagy egy ruhabolt van. Vagy, tehát mindegy, ugye megszűnt, és azért az a veszély, hogy a József Attila Színházra Igen, 2011 tavaszán nem igazgatói pályázatot akarnak írni, hanem hasznosításra írják ki, egy élettér fog megszűnni a, színház életében. Ezt nem én akadályoztam meg, hanem ezt a szakma, hála Istennek, egy picit segített abban, hogy, hogy gondolja át a fenntartó ennek a döntésnek a, a lehetőségét, és hála Istennek, hogy igazgatói pályázat lett. Tehát megszűnt volna egy életterünk, ami, ami nagyon nem csak a szakmánk, hanem annak a, ennek a régiónak is nagyon nagy kára és veszteség lett volna. Tehát sok minden működött bennem, de, de hangsúlyozom, hogyha nem volt, nem volt elég feladatom, mindig találtam valamit. Mi azért öt éven keresztül szerveztünk egy színészek világjátékát, ami egy sportrendezvény volt, és közben pedig kulturális események is történtek lehet, hogy picit nevetségesnek hangzik, de én több mint 40 éve vagyok a színész válogatott tagja, és 29 évig voltam a kapitánya. Azért az ügyes-bajos dolgokat intézni és támogatókat keresni, 40-50 egyéniséget kordában tartani, tehát megint ez Megint a közösség, feladat. megint építsünk és tartsunk meg közösséget. Igen, értem. De az a furcsa, hogy ugyanakkor meg ez a közösség, aminek te akkor, ahogy mondod, 30 éve tagja voltál, tehát hogy mi válthatta ki ez belőlük? Nem egyedi az esetet teljesen, mert ö, ugyanezt történt valahányszor egy jobboldali kötődését vállaló ember eh, igazgatói poszthoz jutott, Dörner György vagy például Balázs Péter, aki konkrétan egy kongó szolnoki színházat vett át, és megtöltötte nézőkkel. De ez sem volt jó, meg ez sem volt elég, meg ez sem volt elég eh, bizonyíték, őt is támadták. Téged is, aki azt mondtad, hogy meg akarsz menteni egy közösségi helyet, hogy ne jusson ebek 30 adjára. Eh, Biztos, hogy nem, nyilván nem ezt irigyelték tőled. De mi tört? Egyáltalán kik voltak? Fölhívtak, azt mondták, ne csináld. Nem kellene? Vagy fenyegetett? Mi, mi, milyen információk jutottak Ide el? Ideig nem, jutott, nem jutottak, hogy fölhívtak volna, és megfenyegettek volna, hogy ne induljak. De azért a médiában folyamatos támadásnak voltam kitéve. De én ezt megmondom őszintén, hogy uh, talán még nagyobb kihívásnak is éreztem, hogy, hogy ennek, ennek megfelelni. Igen, én nem tudom, én is gondolkodtam azon, és nem akarok vádoskodni, de a szakmánk nagyon furcsán reagál jó pár dologra. Tehát nehéz földolgozni azt, hogy mitől gondolják azt, hogy bizonyos köröknek van joguk egy színház vezetésére, vagy éppen egy társulat alakítására, alapítására, hogy nekik van privil, privilegizált helyzetük erre. Tehát ez egy... Mert hogy az volt igazából. Mert az, volt, az volt, igen. De én azt gondolom, azzal, azzal, lehet talán mindannyiunknak válaszolni rá, hogy olyan, olyan színházat csináltál és csinálsz, ami működőképes, ami, ami szakmailag igazából toppon van és elfogadható, és azt gondolom, hogy mindannyian ezt a hivatást és ezt az utat betöltöttük, hisz folyamatosan azt kaptuk, Besenci Árpád, Cseke Péter, jó magam is, hogy azért lettünk igazgatók, mert hogy Orbán Viktorral futballoztunk valamikor a 90-es évek elején. Igazából ezeknek az ítészeknek és kritikusoknak akkor lett volna igazuk, hogyha mi csődbe vittük volna ezeket az intézményeket de ezek a kedves barátaim mindannyian én azt gondolom, hogy egy olyan értéket teremtettek, amire mindannyian büszkék lehetünk. De ez is kihívás az életben, és hogyha erre rosszul reagálunk, akkor, akkor rosszul tesszük a dolgunkat. Jó, értem, én. persze egyébként magadat sem ki a barátaid sorában, hiszen te is megmentetted ezt a helyet, és. és, és De hát magunkról beszéltem, tehát igen. erről a Így. csapatról beszéltem. Igazából a, a mód, mód az, ami, az, ami olyan szomorú és elkeserítő, hogy ide jutottunk. Tehát én azt gondolom, a szakmáknak egyfelé kellene gondolkodni, felé, hogy értékes, jó színházat csináljunk. És ebbe az én megítélésem szerint a másfajta világnézet is benne van. De nem a fröcsögés az, ami, az, ami működtetni kellene egy-egy konfliktust, hanem pont a szakmaiságnak kellene működtetni a konfliktusokat is. Tehát én nagyon sokat járok színházba, az elmúlt évben összeszámoltuk, közel 40 előadást láttam a saját színházunkon kívül. Nemrég voltam az Örkény színházban, rendszeresen járok a Katona József színházba, Nemzeti színházba, Víg színházba a József Attila színházba is. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nyitottan próbálom élni az életemet, és nem az a, az a, megoldása a szakmánknak, hogy politikailag nézzük egymás, egymás véleményét, és véleményezzük egymás gondolatát, hogy ki mit gondol a világról. Fröcsögéssel abszolút nem érünk el, nem érünk el semmit. És olyannyira azért a József Attila színházban még azt is mondom, hogy nem, nem dafke hoztam létre ezt a helyzetet, de ha szükség volt egy olyan művészre, aki másképpen gondolta a világot és gondolja a világot, annak ellenére meghívtuk játszani. Mert azt gondoltuk, hogy szakmailag ő nagyon jó lenne hogyha ezt a szerepet eljátszaná, és ebben a társulatban ott létezik. És eljött. És eljött. De ez lenne a normális. Ez le? lenne a normális, én is azt gondolom. Csak me, én hogy azon... szakmailag fölül emelkedni bizonyos dolgokon. Tehát, de az, hogy üzengetünk egymásnak, ugye emlékszem, volt egy a Magyar Fórumban megjelent egy cikk velem, és az egyik színész kollégám ezt a cikket véleményezte. Én szívesen fölhívtam volna, és mondtam volna ennek, hogyha Nincs hova elmennie és elmondani a véleményét, akkor én segítek neki. De ne az én véleményemet véleményezze. Hmm. Szeretném megtudni, hogy ő mit gondol a világról. Mondja el. De az, hogy véleményezi valakinek a, a gondolkodását, vagy mondja, tehát én ezt nem. nem érzem. ki volt ez? Nem. Volt olyan. Nem hogy sajnálatos, a... tehát. Uh -huh. Volt, hogy konkrétan barátság megszakadt a te esetedben ezek miatt, a dolgok miatt? Nem akkor kezdődött egyébként, tudom, hát ez már soha nem titkoltatta, hogy mit gondolsz a virágról, meg hogy gondolkodsz, meg hogy érzel. Tehát ez sokkal korábban elkezdődött, tehát ez lehet, hogy ez csak egy ilyen katalizátor dolog volt, hogy amikor, amikor, arról volt szó, hogy te most színházigazgató leszel, és ezen gondolkoztam, meg látom, te is gondolkozol közben, hogy hogy, 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 hogy volt olyan, ami esetleg fájt, vagy amit nem gondoltál volna, hogy ezzel az emberrel meg fog szakadni a kapcsolat. Szerintem mindenkivel történtek ilyen és hasonló esetek, hogy azt érezted, hogy elárulnak, mert, mert te mást gondolsz, mint ő. Van, akinél ez rosszul esik, valakinél meg azt mondod, hogy hát igen, benne volt a paklival. De a legszörnyűbb ezekben a helyzetekben az álságosság. Tehát ha ez nyíltan valaki fölvállalja, akkor nincs azzal gond. De, de hangsúlyozom, én azt nem nagyon szeretem, amikor valaki, valaki az én véleményemet akarja, akarja véleményezni. Tehát én annak örülnék, hogyha mindenki elmondaná a saját Véleményét. És téged is hagyjanak, hogy meglegyen a maga gyógyulménya. a van, így van. tehát nem egy Természetesen, tehát nem gondolom, hogy egyen katonának kell lennünk, uh -huh. de, de a legfájóbb, ha már egy picit visszatérhetünk erre, a, ki árult el, ki nem árult el, hogy amikor azt látod, hogy utána pedig van egy pálfordulás az életében, és már utána megint nagy barátok vagyunk, mert közben már kiderült, kiderítette magáról, hogy ő nagyon nagy jobboldali ember csak előtte teljesen más gondolt a világról. Tehát ezeket a pálfordulásokat uh, szerintem azt még nehezebben veszi, vagy dolgozza fel az ember. Uh -huh. Pedig biztos láttál ilyeneket. Én azon gondolkoztam magamban, hogy uh, amit, ami, amit, így most uh, ki is mondták kereken, hogy, hogy, hogy igen, mert hogy ti azért lettetek igazgatók, mert milyen kapcsolatotok van akár Orbán Viktorral, vagy mert a Fidesz támogatják. Hát azért nagyon érdekes fordulata a sorsnak, például, ha már a politikai kötődésekről van szó, amikor kiderül az, hogy a Katona József Színház a DK politikai párt tagjainak olcsóban adja a jegyet. Uh. És amikor megjelenik ez a hír, nem tudom, hogy például te, akit ugye folyamatosan ezzel támadnak, hogy mert a politikai kötődés, De mi futott át akkor a fejeden? Amikor egy ilyen dolog kiderül, ami hát egy elég egyértelmű és nyílt politikai kötődésnek a bizonyítéka. Azt kell mondanom, hogy én, én ezt picit bonyolultabbnak látom, és, és nem, ennyire, nem ennyire politikai dolognak látom. Azért a színháznak van egy működése, van egy napi, napi feladata, napi napi penzó, amit, amit, el kell végezni. A mi működésünkben nagyon sok, sokféle fajta módon szólítjuk meg a nézőinket is. Adott esetben még kedvezményeket is adunk, és bizonyos csoportokat szeretnénk megszólítani. Tehát a működés egy színháznak, egy intézménynek azért sokkal bonyolultabb, mint ahogy azt első Ránézésre látja az ember. Ha csak abba belegondolsz, hogy a bérletet indítunk, a bérletekben nagyon nagy kedvezmény van. Most igazából itt a, a baj az, hogy egy bizonyos párt kapott egy sokkal átlagnál magasabb, magasabb kedvezményt. De az a baj, hogy ez, ez megint a színház ö, belekerül egy olyan politikai ö, zűrzavarba és ö, helyzetbe, ami, ami nem teszi jót a szakmánknak. Én gyakorló színház azt, azt gondolom, hogy ezek, ezek, ö, ezek ö, olyan, olyan helyzetek, amik, ö, amiket fölnagyít a mostani ö, Kultúránkban ö, működő, nagyon rossz ö, kommunikáció. Uh -huh. Tehát ez uh -huh. ha nem lenne, nem lentek volna azok a sajnálatos események, amik például ö, szétszakították és ö, két oldalra rakták, hogy ki tartozik a minisztériumhoz, ki tartozik a fővároshoz helyzet. Egy ö, szörnyűséges és elhibázott. Ö, Demonstrációnak a következményeként, ami közben visszájára fordult 2020-ban, ugye, vagy 19 őszén, amikor egy félig kész törvénytervezetet kiloptak a, a minisztérium munkaanyagából, és ráépítettek egy demonstrációt, amiben kiderült, hogy a magyar kultúrát a magyar kormány és a magyar emberek támogatják, és nem bizonyos másfajta körök. Ha már, ha már ezt a, ezt a, a támogatást, vagy ezt a fenntartót említetted, hát igen, azért az is egy nagyon érdekes dolog, hogy Tarús István alatt, amikor kineveztek, vagy meghosszabbítottak, mert meghosszabbították mindig az összes baloldali budapesti színházmus, ha volt egy, aki nem akartak, akkor elnézést, nyilván nem mondjon az ember őt, hogy az összes vagy egyise, mindegy. Tehát, hogy valódi színházvezetőket is rendszeresen meghozzatották. Nyilván ott ültek veled együtt, ott ültek az asztalnál, Tarlós Istvánnal, nem tudom, hogy ott például hogy viselkedtek. De gondolom nem volt túlzottan nagy bajuk akkor az egész dologgal, hogy a főváros a fenntartójuk. Nem tudom, hogy mi lehetett, most nagyon somolyogsz az egészen. Ez szomorú. Tehát én mondom, bennem, bennem, folyamatosan az van, hogy nem így kellene a szakmánknak létezni. Mert ha sokáig ezt a játékot játszuk, szétverjük saját magunkat. Tehát ez egy nagyon, nagyon veszélyes, veszélyes, játszma, amit, amit, amit látok én magunk körül. Tehát, hogy nem, ha nem tér észhez a szakmánk, és nem, nem kezd el normálisan gondolkodni. Meg fog szűnni ez a, ez a színházművészet, vagy legalábbis olyan perifériára szorul, ami, amiből nehéz lesz talparálni. Én ezt nagyon nagy veszélynek érzem, megmondom őszintén, és ezek nem tesznek jót. Tehát nekünk, nekünk erőt kellene mutatnunk. Uh -huh. És úgy, hogy közben. Tartsa meg mindenki a saját világnézetét, és ragaszkodjon ahhoz, de ne, ne kezdjen el vádoskodni, ne kezdjen el a munkájával mutasson példát, és tegye helyre a saját nézetét. Tehát az a baj, hogy itt fröcsögünk egymásra. Tehát olyan megnyilvánulások vannak, és azt is merem mondani, hogy nem a jobboldali gondolkodású művészek részéről, hogy személyesked, személyeskedünk, és tehát ez, ez megalázó, mindannyiunk számára megalázó. És hangsúlyozom, én tényleg azt látom, hogyha ha itt nem, nem találunk konszenzust egymással, és nem, nem a szakmánk lesz az elsődleges, nagyon nehéz helyzetbe fogunk kerülni. Uh -huh. Így is nagyon nehéz helyzetbe vagyunk, vagyunk, nem is gondolunk bele. Nagyon sok olyan ember van, ezen a piacon, akiknek nincs ott a helye. És el fogja venni az életteret azoktól, akik az életüket rakják erre a pályára. Dilettánsok tömkelege dolgozik az elektronikus médiában, akiknek nem ott van a helyük és nem lehet egy énekest összetéveszteni egy musical színésszel, mert nem oda való. Értem, és egy való világban ö, létező celeb, az nem a színpadra való. Ez egy szakma. És közben, közben nem figyelünk oda, és szépen ezekkel a egymást ö, ö, bontjuk szét és ö, verjük szét ö, olyan Erőknek adunk teret, akiknek nem ott kellene létezni. Az érdekes volt, amit erről a tüntetésről mondtál, mert később, amikor a Színház és Filmészeti Egyetemen megtörtént a modellváltás, hát akkor is volt egy ilyen nagy hisztéria az egész körül, és tüntetéseket szerveztek. És akkor mondtál valami ilyesmit, hogy szerinted ez a, ez a, ez a tüntetés, ez tulajdonképpen nem is annyira az, aminek látszik, hanem ez egy nagyobb folyamat része. E, akkor mire gondoltál? Te? Ugye bekerültél a felügyelőbizottságba? Az alapítvány. Felügyelőbizottság. Az alapítványnak a felügyelőbizottságába. bizottságába. Igen. E, Nyilvánvalóan. Az volt... alapítvány a, a színvészeti egyetem működését igen. segíti. Igen, igen, igen. E, foglalkoztatott tehát a dolog, ezt most csak azért mondtam. És, és érdekelne a véleményed, hogy, 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 hogy ezt, 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 hogy értetted, hogy ezt, hogyan láttad, hogy itt ezeket a gyerekeket, a diákokat, már bocsánat, meg ne sértődjenek, hogy gyerekeknek nevezem őket, de ezeket a fiatalokat, akik kihasználták, felhasználták a saját célukra, céljaikra? Én azt gondolom, ez is egy hosszabb folyamat eredménye, tehát az, ami történt hosszú hónapokon keresztül ez egy komoly előkészített, elő, munka eredménye, biztos vagyok benne. Hála Istennek, hogy én járhattam a színművészeti főiskolára, és egy békeidőben történt mindez, és nekem, nekem nagyon az életem egyik leg, legszebb négy éve talán. Minden, minden fantasztikus volt körülöttünk. A fiatalságnak ez az ereje. Tehát én nem csodálkoztam azon, hogy ezeket a, ezek a fiatalok ott állnak és, és kiállnak, úgymond a, az igazukért, csak a baj az, hogy, hogy, ők nem tudták, hogy háttérben itt valami olyan dolog történik, ami nem az ő életükről szól, hanem egy, egy politikai csatározásnak egy, egy, furcsa, furcsa elegye. Lehet, hogy egy páran ebbe beavatottak voltak. Tehát azért itt az információink, ha jók, itt egy komoly előkészül, előkészített dologról beszélünk, ami még egy táborral és egy összejövetellel is az eseményeket megelőzően, tehát föl lettek készítve, hogy mit kell adott helyzetben csinálni. De pont ezt teszi szomorúvá. Tehát nem arról szólt, hogy hogy hogyan reformáljuk meg a, a színművészeti egyetemnek az oktatását, vagy van-e szükség rá. És bizonyos körök úgy gondolták, hogy szükség van rá, mert nagyon egyoldalúnak tűnik az oktatás, ami a, a színművészeti egyetemen volt. Ez volt a lényeg. Igazából, igazából annyi történt csak, hogy azt szerették volna ö, emberek, mondjuk Vinyázki Attila, meg... Gondolom, te is, meg még mások is, akik hasonlóan gondolkodnak, hogy egy másfajta gondolat vagy hang, vagy. is, megjelenjen. Megjelenjen, kidobni nyilván senkit, nem akar senki sem, hanem csak az, hogy valóban sokszínűbb, több hang megszólaljon. Ez volt az egésznek a célja, mondjuk így, de hát aztán ez volt, amiről a legkevesebbet lehetett hallani utána. De borzasztó nehéz, nehéz lehetett, én azt gondolom, nagyon sok embernek ez a, ez a helyzet. Én egy pár vizsgálóadást láttam, és most utólag visszagondolva tényleg azt, az volt az érzésem, hogy egy bizonyos képzés folyik, egyfajta irányultsága van az oktatásnak. Én például azt láttam, hogy nem, nem a kőszínházi életre és olyan színházi munkára vannak ezek a fiatalok fölkészítve, amikor egy nagyobb, nagyobb térben megmutassák magukat. Bizonyos fokig sokat azt éreztem, hogy ilyen alternatív helyzetek teremtődnek. Tehát amikor néztem egy vizsgálóadást, az első felvonás az az Udry színpad Színpadán volt a nézőtér és a, a játéktér is. Amivel nincs, nincs semmi gond. De amikor a második felvonás pedig a, a színpad a nézőtér székeire van ácsolva és üldögél a néző a maradék székben, és nem látom azt, már pedig azt gondolom, hogy jó lett volna megnézni, hogy a növendék megszólal, a rivaldán átjön -e a hangja, tud-e bizonyos stílust játszani, tehát egy vígjátékban, hogy hogyan működik. Tehát egyfajta, egyfajta stílt érzékeltem én ezeken a, uh -huh. a és azt gondolom, hogy ez az egyfajta, egyfajtaság volt, ami, ami sok, sok szakmai embernek már kicsit kevés volt. Uh -huh. Ha valaki, valaki szeretne egy, egy új szint ebbe az oktatásba belevinni, és hogy erre vannak gondolatai, hogy ezt miért ne lehetne. Uh -huh. Vagy egy, egy modellváltás miért ne történhetne. Hisz ha csak abba belegondolok, hogy egy színházigazgatói váltás is egy új új dolgot jelent a színház életében. Valószínű, felfrissülést is jelent, de ebből egy ilyen politikai harcot és csatát csinálni, ez ez mégis azt mutatja, hogy ők nagyon ragaszkodtak ehhez a, ehhez a, ehhez a megszerzett joghoz és hatalomhoz, és nem volt sem művészi erejük elengedni ezt, és nagyon szépen mondtam, azt gondolom. Mert több volt ez annál. Tehát ez egy, az a baj, hogy, hogy egy rossz acsarkodássá vált az egész, és, és ez, ezek a fiatalokkal, és a fiatalokat rossz felé felhasználni, ez egy nagyon, nagyon fájdalmas dolog volt végignézni. nézni És megmondom őszintén, még azt is láttam, hogy hogyha olyan diákok visszamentek őrtálni, akik régebben végeztek az egyetemen, őket is picit meg tudtam érteni, mert közben azért, ha abba belegondolunk, hogy 20 évesen egy ilyen egyetemen létezni és egy mestertől tanulni, az egy olyan, olyan belső intimitást is jelent, és olyan, olyan bizalmat, ami, ami ha nincs, akkor, akkor nem tudunk a pályá létezni. Persze, és ez nem. a bizalom ott volt ezekben a fiatalokban a régi tanáraikkal szemben, amit én abszolút elfogadhatónak tartok, de az, hogy, az, hogy ebből egy ilyen acsarkodó Demonstráció legyen, ezt, ebben érzem azt, hogy olyan helyzetet teremtettek a fiatalok számára, ami egyébként ami, nem az ő feladatuk, hanem, hanem ezt, tehát őket eszközként használták nagyon rosszul és fájdalmasan. Ha valaki ennyire szereti ezt a szakmát, a színházat, ha ennyire rajongért is, ha ennyire nagy részét kitölti a mindennapjainak, mint neked. Akkor miért jutottál el addig a gondolatig, hogy ez lesz az utolsó ciklusod igazgatóként, és nem akarsz már újat vál... Mi... <laughs> Én azt mondtam, hogy a ciklus végén elgondolkodom azon, hogy, hogy megpályázzam -e. De ez volt, három hangsúlyozom, három éve, és már akkor lemondattak, tehát úgy Igen. jelent meg a, az újságban, hogy nem csak lemondott. De azt mondom neked. Jó, már úgy jelent meg effektív lemondott. Lemondott. Jó, Igen. hát az nyilván, most bocsánat, hogy kimondom, most... ez egy marhaság. De... De akkor még az is túlzás ezek szerint, hogy te nem akarnál, hogy te már, tehát az sem igaz, hogy te ezt eldöntötted és lezártad, hogy nem akarsz még egyszer pályázni. Az embernek annyi minden gondolat jár a fejében, és ha. sok mindent van, amikor kimond és ö, szavakba önti. Azért én azon nagyon régen elgondolkodtam, hogy mennyire nagy baj az például, hogy, ö, hogy bizonyos korban ragaszkodunk egy pozícióhoz. Uh -huh. Tehát én voltam három évig a Nemzeti Színház tagja, és utána eljöttem, mert azt gondoltam, hogy nekem nem szabad a nemzeti színházban maradnom, engem nem a pozíció érdekel, engem a, a szerepek érdekelnek, a lehetőségek érdekelnek, és elmentem a Budapesti kamaraszínházba. Színházba. Tehát nagyon sok minden forog az ember fejében. Azért én 69 éves leszek, amikor lejár a mandátumom. Azt is látom, hogy a világ, amiről beszéltünk nagyon sokat, hogy hihetetlen módon ö, fölgyorsult körülöttünk. Én egy más korosztálynak vagyok a képviselője. Azt is látom, hogy a fiatalokban elképesztő vitalitás és lehetőség van. Miért ne gondolkodnál az ember azon, hogy adja át ezt a, ezt a lehetőséget másnak? Én nem azt mondtam, hogy kiszállok a színházművészetből, és soha többé nem. Nézek még a színház közelébe se, hanem bizonyos pozíciókhoz azt gondolom nem feltétlenül kell ragaszkodni. Azon kívül, tehát mondom, a. Erre nem is gondoltam volna, de akkor ezek szerint még ez is egy kicsit túlzón jött át, vagy hát nem teljesen a te szavaidhoz és a gondolataidhoz hűen fogalmazták ezt meg. Én valóban, ezt meg kell neked mondanom, mindenütt ezt egy kielentő módban, ponttal a végén határozottan láttam. Nem csak kell, azt mondta, hogy ez lesz az utolsó ciklusa, nem akar többet. Közben pedig, közben pedig van, a, van egy mondjam, nagyon... József nagyon... is székért. Igen, van egy nagyon nagy tervünk, a József Attila színház épületét szeretnénk tovább építeni. Van egy komoly, komoly terve a színháznak, nagyon komoly szakemberek dolgoznak most már évek óta ezzel a tervel. 2018-ban már volt egy érvényes építési engedélyünk. A színházunk épülete az egy művelődési ház. Ezt szeretnénk továbbépíteni, és van egy több milliárdos előkészített beruházás, amit hát jó lenne befejezni, vagy jó lenne elkezdeni, mert még sajnos nincs arra forrás, hogy el tudjuk kezdeni. De ez egy komoly terv, tehát hogyha erre lehetőséget Ad a, a kormányunk, és kap a József Attila Színház pénzt arra, hogy ezt a beruházást elkezdje, akkor természetes, hogy hogy addig azért szeretnék. Végigvinni, végigcsinálni. végigcsinálni ha már csinálni, ha már Máróinak van egy mondata, amíg az embernek dolga van a Földön él. Tehát, ha nekem dolgom lesz továbbra is, úgy érzem, a József Attila Színházban, akkor maradok. De nem azért maradok, mert mert ragaszkodni szeretnék a pozíciómhoz, hanem azért, mert látok kihívást abban, hogy nekem még, még van feladatom. Hát én meg azt mondom, hogy akkor legkésőbb 2025-ben, hogyha <laughs> ha úgy alakul, és minden jól jön össze, és van rá lehetőség, akkor én nagyon szeretném, ha leülnénk, és beszélgetnénk arról, hogy akkor éppen hogy gondolkodsz. A színházvezetésről, a színészetről, Hát magadról, az életedről, és egyáltalán. egyáltalán Színházvezetésről és a színészetről lehet, hogy nem fogok más gondolni. Csak annyira jó lenne, hogyha a szakmánkban lenne egy egy nagyon komoly összetartás úgy, hogy mindenki a saját, saját nézetét erőteljesen magáinak gondolva, és a világnézetét fölvállalva Tudjunk beszélgetni. És nem fröcsögni, és nem véleményezni, hanem beszélgetni egymással, mert erre nagyon-nagyon nagy szükségünk van. És nagyon sok dolog van a szakmánkban, amit jó lenne helyre tenni, és helyre, helyre rakni. Nagyon-nagyon fontos párbeszédet kellene folytatnunk egymással. Jó, hát én azt nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzám beszélni. Köszönöm.